Minden szokásos kelléket magukkal vittek a nyíregyházi kosutosok múlt hétfőn az írásbeli magyar érettségére. Szabó Magda egyik novellájáról, valamint Janusz Pannoniusz és Juhász Gyula egy-egy versének összehasonlításáról kérdezték őket a vizsgán. Iszák Tibora, nemzeti pedagóguskor elnök helyettese, 35 perc című műsorunkban azt mondta, a végzősök dolgát megnehezítette a járvány. Talán ennek a ö, diák csapatnak volt a legnehezebb, az érettségi mégis, ugyanis ők két évig nem normál körülmények között tanultak. És nehéz felkészülni egy megmérettetésre úgy, hogy nincsenek meg minden esetben, minden szituációban ugyanazok a támogató lehetőségek. Az online oktatás, illetve a, a vegyes oktatási módok próbáltak. Maximálisan pozitív irányba hatni ezeknek a diákoknak a felkészülésére. Azonban én úgy gondolom, hogy a magyar oktatási rendszer, a magyar köznevelés még kiscipőbe jár az online oktatás, a távoktatás területén. Talán több mint valószínűleg azért is, mert mi magyarok nagyon közvetlen és között, közvetve tudjuk egymásnak átadni az ismereteket. Úgy vagyunk kalibrálva, hogyha szemtől szembe akár egy testi kontaktust és egy kézfogást, egy válveregetést tudunk átadni, és ez így nehezebb volt. A diákok viszont azt gondolom jó vizsgáztak. Mivel a kétszintű érettségi rendszerben a vizsgai egy-egyben felvételi pontokat is ér, túl sok minden dőlel egy számon kérésem. Ezért kell már időben felkészíteni a diákokat az érettségére és a továbbtanulásra. Nem hetedikbe kell eldönteni, meg nyolcadikba. Uh -huh. <kül> Nekünk van egy általános iskolai láb a gim gimnáziumhoz, két éve indítottuk el, és én a kollégáimat arra kértem, hogy már első osztályba kezdjük az építést, ugyanis, ha elérkezik a diák ötödik, hatodik, vagy 7. 8. osztályhoz, és megvannak a kellő kompetenciái, megvannak azok a kommunikációs gyakorlatai, akkor sokkal könnyebben fog tudni irányoltságot választani. Szakmát még biztos nem fog tudni akkor sem, mert annyira gyors a mai szakmák váltakozása, változása, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő két-három évben az a szakma, ami be fog jönni, és én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy tényleg olyan kompetenciákkal vértezzük fel a diákjainkat, akik képesek lesznek a tanulásra, képesek lesznek a változtatásra, a változásra, és ezeket rugalmasan tudják kezelni, hogy ne legyen nekik törés majd egyik helyről a másikra lépni, és természetesen megfelelő információkkal ellátni őket, hogy a tudást is magukévá tudják tenni. Az idei írásbeli érettségét ma kémiából és földrajzból írták meg a diákok. A szóbeliket júniusban rendezik a középiskolákban.